szólok a kapas már, majd megvirrad már. Zöld erdőben, sík mezőben sétál egy madár. A holokauszt salgótarjáni áldozataira emlékezett június 10-én pénteken a város önkormányzata az egykori gettó helyén a jelenlegi salgótarjáni főposta falán elhelyezett emléktáblánál, felidézve azt az 1944. június 12-i tragikus eseményt, amikor megkezdődött több mint 2000 salgótarjáni zsidó haláltáborokba deportálása. Fekete Zsolt polgármester emlékező beszédében hangsúlyozta, a Salgótarjánban az 1944 májusában és júniusában bekövetkezett gyászos és kitörölhetetlen emlékű eseményekre emlékezünk a mai napon, amelyeket nem hagyhatunk elveszni történelmi tudatunkból. Az ismert filozófus Ancel Éva szerint bátorság kell ahhoz, hogy az ember megrettenjen attól, ami rettenetes. Az emlékezéshez és az emlékeztetéshez, amiért ma egybegyűltünk, más is kell. A gondolataiért és tetteiért, magáért és másokért is felelősséget vállaló ember szabadsága. Emlékezni és emlékeztetni a szabad embernek morális kötelessége. Morális kötelesség, amellyel nem csak az áldozatoknak, a túlélőknek és ezek hozzátartozóinak, hanem magunknak is tartozunk. A városvezető felidézte, hogy jelenleg is háborúdul szomszédunkban, amely az elmúlt hónapokban véres mészárlássá változott. 10 000 felett van a halálos áldozatok száma, de ennél sokkal nagyobb az eltünteké és a sérülteké. A mai napig 3,5 millióan hagyták el Ukrajnát az ENSZ adatai szerint. Hozzátette, sokan vannak, akikben koruk miatt, vagy a közvetlen érintettség hiányában egyfajta távolságtartás alakult ki a holokauszttal kapcsolatban. Talán az ő hozzáállásuk is megváltozhat, amikor szembesülnek azzal, hogy a jelenlegi helyzetben az egyetlen értékelhető emberi hozzáállás, ha osztozunk embertársaink fájdalmában, és megpróbáljuk megkönnyíteni a helyzetüket vagy annak elviselését. Erkölcsi felelősségünk, hogy itt, a salgótarjáni gettó valamikori helyén együtt hajtsunk fejet a holokauszt helyi és városkörnyéki áldozatainak emléke előtt. Városunk polgárai nevében szeretném kifejezni a legteljesebb együttérzésünket a salgótarjáni zsidó hitközség tagjainak. Városáválásunk 100. évfordulóján egyúttal emlékezzünk arra a zsidó közösségre, akik közül sokan településünk fejlődésének feltételeihez szorgalmukkal és tehetségükkel nagyban hozzájárultak. Az emlékező beszédet követően a jelenlévők koszorút és virágokat helyeztek el a holokauszt salgótarjáni áldozatainak emléktáblájánál. Teljes megemlékezést Háttér című műsorunkban láthatják.